Október óta ismerkednek a vívás alapjaival a Szexárdi Szakképzési Centrum 9-es kadétdiákjai. Az alapoknak, a lépéseknek, egyrészt a szabályrendszernek az oktatását kezdtük el októberben és novemberben. A mostani időszak igazából arról szól, hogy már bevezetjük itt abban a részében, amikor már küzdelem van a vívásban. A gyerekek már az úgynevezett villanyvívást gyakorolják, ilyenkor már a találatokat jelző elektronikus rendszer is a ruhájukra van kötve. Technikai megoldásai fontosak, illetve gyakorolnak nyilván arra, hogy amikor egymással küzdenek, azt hogyan kell, miként kell tenni. De hát egy 4-5 hónap biztos, hogy kell, míg igazából eljutnak egy olyan szintre, hogy igazából egymással olyan szinten tudjanak vívni, hogy átérezzék ennek a vívásnak a lényegét, a metodikáját. A cél, hogy az október óta gyakorló 9-es diákok tavaszra jussanak el olyan szintre, amikor már önállóan tudnak egymás ellen vívni. Az ő korukban ez már viszonylag gyors fejlődésnek mondható. A vívással ismerkedni viszont akár sokkal fiatalabb korban is el lehet kezdeni. Mi a szakosztályon belül, az egyesületen belül 8-9 éves korosztálytól foglalkozunk a gyerekekkel. A DNS Valira általános iskolában tartunk edzéseket. És igazából a időszak, az ami a kezdeti időszak, az azt gondolom, hogy mindenki számára ugye fontos. Ezek a gyerekek kicsit hosszabban futnak ki, tehát hosszabb ez az időszak, amiről most az előbb beszéltem. Ott is ugye ez a 3-4 hónap alapozó képzés zajlik, és ők is tavasszal, tehát január-februárban, aki ugye ősszel kezdett, január-februárban állhat már úgy, hogy a társal, bármely társal összeáll, kicsit gyakorolgat, vívnak, ugye sok gyakorlás szükséges ehhez. Bár a vívásban szép számmal vannak jól begyakorolható formamozdulatok, ettől függetlenül az igazán eredményes sportolóknak itt meg kell találniuk a saját stílusukat. Amit megtanítunk, az csak egy alap, mindenkinek magának kell beleélni a vívás magát, és nyilván ott rögtönözni, improvizálni kell, és hát küzdeni. Én azt gondolom, hogy sokféle tulajdonsággal, illetve tulajdonságot fejleszt a vívás. Alapvető tulajdonság persze nyilvánvaló hasonló küzdő sportokhoz képest szinte ugyanazok, de azt gondolom, hogy ennek a rálátását, tehát az, hogy ugye ezeket a probléma megoldó képességeket említhetném, hogy adott szituációt megoldani, hiszen minden egyes vívónak megvan a maga karaktere, minden egyes vívónak maga egyes stílusa, és hogy igazából ezeket ugye a társa, aki ugye mindig más és más, meg kell próbálni megvalósítani. Tehát ott rögtönözni kell azt a tudást, amit ugye addig elsajátított a tanítvány, azt ott alkalmazni kell, és minden támadás, minden egyes akció más és más. Ezáltal tehát minden egyes olyan alkalommal ott rögtönözni és ott aktivizálni kell. Nagyon sokféle gyorsaság, pontosság, ez a probléma megoldó képesség.